Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Környei Kristóf vagyok, a TASZ Egyenlőség projektjének a munkatársa, és kollégáimmal és a TASZ önkéntes csapatával azért szervezzük a Megafon beszélgetéseket, hogy szakértők segítségével járjuk körül az aktuális témákat, és mindenki számára érthető jogi és szakmai információkat nyújtsunk. Ma este a közösségi pszichiátria működő és jó gyakorlatait járjuk körül. Az emberi jogi megközelítés szerint a pszichiátriai betegséggel diagnosztizált emberek, vagy más szóval pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek, azok a személyek, akik mentális károsodással élnek, de nem pusztán a károsodás, hanem környezeti és szemléletbeli akadályok, vagyis a pszichiátriai betegséggel járó stigma is korlátozza őket a másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalásban. Azt szokták mondani, hogy a skizofrénia előfordulási gyakorisága az körülbelül a lakosság 0,5%-a érintett. Azonban van egy kutatás, ami szerint az embereknek az 5%-ának vannak pszichotikus élményei az élete során, de ezek a tapasztalatok aztán nem okoznak később problémát. De viszont, hogyha elmenne pszichiáterhez, akkor akár könnyen is, nagyon könnyen kaphatna az élete adott pontján egy skizofrén diagnózist. Azt szokták mondani, hogy a pszichiátriai ellátórendszer az 3 pillérre épül. Az első az a bentlakásos elmeszociális otthonok, ahol ma még mindig több mint 8000 pszichiátriai beteg ember él, a helyi közösségektől elzárva. A második pillér az a pszichiátriai gondozók, ahol a közösségben élő mentális problémával küzdő emberek rendszeres egészségügyi kontrollját és gondozását látják el. A harmadik pillér pedig a kórházi osztályok, ahová tűzoltásként akut helyzetekre reagálva gyakran mentális zavarral élő embereket akár az akaratuk ellenére is el lehet zárni és lehet kezelni. És ezt a 3 pillért egészítik ki a közösségi pszichiátriai ellátások, ahol viszont a prevenciói és a rehabilitációja a főszerep. És az érintetteknek a tapasztalatait, célkitűzéseit helyezi a gyógyítás középpontjában. De miért fontos emberi jogi szempontból beszélni a közösségi pszichiátriáról? A közösségi pszichiátriának a jogsérelmek megelőzésében van óriási jelentősége, mert a közösségi pszichiátria hiánya egyenesen vezethet a szabadságjogokat, az emberi jogokat súlyosan korlátozó kényszerintézkedésekhez, jogfosztott élethelyzetekhez. Fontos tehát, hogy a nem önkéntes gyógykezelés és a nagy intézményi lét megelőzhető lenne megfelelő közösségi ellátásokkal. És hát ebben a Megafonban a közösségi pszichiátriáról fogunk beszélgetni. A beszélgetésben dr. Harangozó Judit pszichiáter, a Budapesti Ébredések Alapítvány vezetője, Galai István, az Ébredések Alapítvány hanghalló csoportjának tapasztalati szakértője, és dr. Lőrinc Zsuzsa pszichiáter, a Székesfehérvári Egyensúlyunkért Alapítvány elnöke vesz részt. Üdvözlöm Önöket! Ahhoz, hogy lássuk a különbséget a hagyományos és a közösségi pszichiátria között, először István, téged kérdeznélek, hogy mik a problémák a hagyományos pszichiátriával? A hagyományos pszichiátria szerintem az eleve nem felépülés elvű, ami szerintem talán a legfontosabb része az egésznek, hogy ott ők nagyjából, akik ide tartoznak, nem nagyon hisznek a skizofréniából való felépülésben. Hát ez egy teljesen más szemlélet, más kezelésekkel. Ott szerintem ott jellemző a hagyományos pszichiátriára a megbélyegzés is. Tisztelt a kivételnek, vannak olyan orvosok, szakemberek, akik nem a hagyományos elven gondolkodnak, de alapjában véve a hagyományos pszichiátriai rendszer az olyan, hogy nem felépülés elvű, és szerintem stigmatizáló, és gyógyszer, nagyon gyógyszerpárti. Milyen módon stigmatizáló a hagyományos pszichiátria? A tüneteknek nem tulajdonítanak jelentőséget. Tehát ők a tüneteket, itt gondolok itt a hanghallásra, a téveszmékre, meg ilyenekük, azt mondják, hogy azzal nem szabad foglalkozni, mert azok csak hallucinációk, és semmi értelme, és talán ezért is szerintem egy kicsit ilyen bolondnak tartják az ilyen embereket. A doktornőkhöz fordulnék ezzel kapcsolatban, hogy ugye az már meghaladott értelmezés a progresszív szemléletű pszichiáterek körében, hogy a mentális betegség az egy biokémiai zavar az agyban.
és egyre több kritikát fogalmaz meg a pszichiátriai szakma is az úgynevezett orvosi biomedikális paradigmával kapcsolatban. És hogy mi ez a biomedikális paradigma, és mik az okok a biomedikális paradigma válsága mögött? Tulajdonképpen a mostani biomedikális kutatások azok megtalálják az utat a szociálpszichiátria felé, hogyha gén-környezet-kölcsönhatás kutatásokat nézzük, amik arról szólnak, hogy az, ami bennünk van, az agyunkban, a genetikai örökletes anyagunkban, az mindig, arra mindig hatással van a környezet, és tulajdonképpen beíródik az életünk genetikánkba is. És ez tulajdonképpen meghaladottá teszi azt a fajta szemléletet, amikor azt gondolták, hogy az agyban valami el van romolva, és akkor ez most már is van döntve, hogy így marad. Mert ezek, amik az agyban vannak, azok mindig külső hatásokkal is összefüggnek. Oda-vissza persze. És ezért azt lehet mondani, hogy a modern biomedikális szemlélet az kapcsolatot talál a szociális szemlélet, vagy a komplex, holisztikus szemlélet felé, ha komolyan gondolja magát. És hát az orvosi szemléletben ugye a pszichiátria az orvoslás része, és ezért szintén könnyen kapcsolódott olyan fajta nézőpontokhoz, mint ami az orvoslásban gyakori, hogy itt van valami tüdőgyulladás, akkor valami el van romolva, és helyre kell állítani, vagy hogy valamilyen szemléletből indult el a szakmai gondolkodás, és nem könnyű a pszichiátereknek, mert azt hiszem, hogy egy jó pszichiáternek egyszerre kell egy ilyen biológiai, hagyományos orvosi szemléletet ismerni, de emellett szociológusnak, meg filozófusnak is kellene lenni, hogy több szemmel, több szemlélettel tudjon egy jelenséget látni. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel kapcsolatban esetleg Rőrinc doktornőnek van még gondolat, hogy miben kritizálható a biomedikális szemlélet? Ja, ezeket a dolgokat, amit a Judit mondott, ezt az ember, ha jól odafigyelt, akkor a gyakorlatban is tapasztalta, hogy egyrészt ugye nem eleve meghatározott a tüneteknek a képe, hanem nagyon is változik, és a stressznek a környezeti hatások nagyon is befolyásolják, és hogyha ezekre odafigyelünk, akkor mi magunk is segíthetünk ebben, és hogy változó képet mutatnak a betegségek attól függően, hogy mennyire változik körülöttünk a stressz, tehát a stressz vulnerab, tehát az érzékenység stressz elmélet alapján, hogy kisebb stresszek kevesebb változást idéznek elő, vagy nagyobb stresszek átmennek azon a határon, amit az ember, az egyén tud tolerálni, és akkor nagyobb a beavatkozásnak a szükségessége. Ez ugye nem zárja ki azt, hogy adottan akár gyógyszerekkel is kell kezelni az illető beteget, de megvannak a fokozatai, hogy milyen beavatkozások lehetnek. És ugye ezt a közösségi pszichiátriában sokkal érzékenyebben tudjuk az illetőnek a közösségében, már a gondozóban is, de a közösségi pszichiátriában ezt sokkal érzékenyebben tudjuk követni. Jobban tudjuk az egyéni célokat, az egyéni utakat követni, és az akkor felmerülő problémák mentén haladni, ami akár lehet egy hanghallás, vagy lehet egy alvászavar, ami visszavetheti az illetőt a betegségében, de hogyha van egy jó célja valakinek, van egy jó célja, akkor annak érdekében hajlandó változtatni könnyebben azon a problémán, ami jelentős akadályt képezett az ő számára. Ehhez kapcsolódóan akkor már tovább is mehetünk a közösségi pszichiátriára, hogy az akkor mit is jelent, és az miben más a hagyományos pszichiátriáról. És akkor István, én téged kérdeznélek először, hogy számodra mit jelent a közösségi pszichiátria, és mitől közösségi? Közösségi pszichiátriák azok felépülés elvűek, szerintem, és tehát, hogy lehetséges a felépülés, például az ébredések alapítványnál is a lehető legkisebb gyógyszermennyiségre törekednek, a többi gyógyszert ki lehet váltani terápiákkal, nem a diagnózissal foglalkoznak, hanem az emberrel és az érzéseivel, problémáival, céljaival.
és ezeket nem lehet csak gyógyszerrel megoldani szerintem. Nagyon sok csoport is van, ami erre jó, amit gyógyszerrel nem lehet megoldani, például a hanghalló csoport, bipoláris csoport, hozzátartozói csoport, traumafeldolgozó csoport. Ezek mind olyan terápiák szerintem, amik ilyen gyógyító hatása is van. Az még egy külön plusz, hogy mi egy ilyen fajta kapaszkodók is vagyunk szerintem egymás számára. Orvosokkal is, ők is partneri viszonyban vannak velünk, tehát, hogy nincs ilyen alá-felé rendeltségi viszony. Talán a legfontosabb szerintem az az, hogy a lehető legkevesebb gyógyszerre törekednek. És be vannak az emberek vonva, ellentétben hagyományossal ott nincsenek bevonva annyira az emberek ott a közösségben, a csoportokban. Ott egy kicsit ilyen elnyomás van szerintem. Pontosan milyen szolgáltatásokat értünk a közösségi pszichiátria alatt, és hogy milyen kapcsolatok vannak a többi szolgáltatóval? Erről tudnál neki kicsit mesélni? Tulajdonképpen a közösségi pszichiátria egyszerű és szűk fogalma az azt jelenti, hogy kivisszük a szolgáltatást a beteg közelébe, ahol ő él. Ez még nem feltétlenül jelent egy ilyen holisztikus felépülés alapú szemléletet. Tulajdonképpen a pszichiátri gondozók, ha gondoznak, ha kijárnak néha, meg van kapcsolata a beteggel, a családjával és a otthonában is meg tudnak jelenni a gondozónök. Ez egy közösségi pszichiátriai szolgáltatás, egy ilyen alapszolgáltatás. A közösségi pszichiátria ugyanakkor egy ilyen valóban holisztikus felépülés alapú szemlélettel is társulhat. Úgy szoktuk ezt hívni, hogy felépülés alapú közösségi pszichiátria, ahol nagyon nagy figyelmet szentelünk ezekre a környezeti faktorokra, amik stressz tényezőként nagyon hozzájárulnak a klienseink nehéz sorsához, vagy hogy az életük egy tulajdonképpen negatív spirálra kerüljön, ne egy felépülés irányba, és ne tudjanak fölállni. És épp ezért a stigma, a méltányos élet, a családdal való kapcsolat rendeződése, a közösségben való egyenrangú jelenlét, és akár a diszkriminatív hatások legyőzése, hiszen a stigma nem csak azt jelenti, hogy rossz érzéseink vannak, mert megbélyegeznek, hanem nagyon sokszor diszkriminációval is társul. Ezek mind tárgya a közösségi ellátásnak, ami valóban a felépülés szemlélettel az emberek személyes céljaival foglalkozik, abból indul el, tehát azt szeretnénk, hogy egy jó élete legyen a klienseinknek, és hogy nem egyszerűen a tünetekkel foglalkozunk. Ugyanakkor az is benne van, tehát a közösségi pszichiáter is ad azért gyógyszert, ahogy a Lőnisz doktornő is mondta, mert hiszen sokszor a tünetek is részei annak, hogy nem tudunk az életünkbe tovább menni. De ezzel a komplex szemlélettel olyan hatások keletkeznek, amik így visszahatnak egymásra is, és egy jó életben élő ember, aki tudja, hogy ő valaki, és neki van egy útja az életében, ha eléri ezt a felépülés szemléletet magával szemben, vagy magával kapcsolatban is, akkor nyilván a tünetei is javulnak, és ezért vannak nagy eredmények. És István kiemelte, hogy a sorstárs segítők, akik gyakran már képzett segítők, mint István is, tapasztalati szakértők, hogy ők rengeteget tudnak ezért tenni, egész más egy új embernek a fogadása, hogyha egy sorstárs fogadja, aki azt mondja, hogy én ebből már felálltam. Ez nagyon lényeges tényező, hogy visszaadja a reményt, amit nagyon sokszor elvesztenek a betegeink, és az önsegítő csoportok és a velük való kooperáció, úgyhogy ők ne ilyen függő helyzetben legyenek, a doktornéni elrendelő, hogy legyen önsegítő csoport, hanem egy autonóm működésük legyen. Ők nagyon fontos tényezői mindennek. Ahhoz, hogy a felépülés alapú megközelítés az tényleg megvalósuljon és áthassa az egész szervezetnek a működését, hogy milyen jó bevett gyakorlatok vannak, amiket önök alkalmaznak, hogy a közösségi pszichiátria az demokratikusan működjön. Nem könnyű. Ez ugye egy szervezetfejlesztési téma is, tehát az nem lesz feltétlenül magától,
hanem meg kell tanulnunk egy ilyet, és hogy ez egy másfajta szervezeti kultúra, nem autoritár döntéseket kell hozni, hanem mindig megbeszéljük alapon, kell döntsünk, és nagyon fontos, hogy a sorstán segítők, tapasztalati szakértők a munkatársaink fizetésért velünk dolgoznak most már, és el kell képzelni egy olyan team megbeszélést, ahol István szól nekünk, ha mi stigmatizáló stílusban beszélünk, vagy éppen nem hívjuk oda a pácienst, amikor róla van szó. Ez nagyon lényeges elemennek a demokráciának. De sok más eleme is van, hogy igyekszünk tudatosak lenni abban, hogy ne nőjünk a fejére a klienseknek, hogyha ennek sok apró szervezeti eleme van. Nálunk úgy működik, hogy gondozó az osztályon, ha kezelnek valakit, akkor már a közösségi bekapcsolódhat az osztályon, fölkészítheti az illetőt, hogy ki tudjon jönni, jönni a közösségébe, tehát az otthoni közösségébe, vagy a közösségi klubba, ki tudjon jönni, tehát egy segíti az útját, és onnan pedig tovább a munkáválláshoz, vagy az emberi kapcsolatoknak a visszaállításához, tehát egy ilyen összekötő kapocs, kiegészítő szerepet tölt be. Lőrinc doktornőhöz tennék fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az orvosi szerep az mennyiben más a közösségi pszichiáterként, miben más az ember munkája, mint mondjuk egy kórházi osztályon dolgozó kollégái? Amit tapasztaltam magam körül, és amit az István is elmondott, és ugye van egyfajta tüneti szemlélet, egy tulajdonképpen egy stigma a skizofréniával kapcsolatban, ami eleve meghatározza a diagnózist, annak a lefolyását, ami még manapság is sokszor elhangzik, hogy ennyi százalékban és ilyen mértékben kell, hogy károsodjanak a skizofrén betegek, holott ez nem így van, hiszen látjuk a gyakorlatban, hogy attól függően, hogy milyen perspektívákat, vagy milyen lehetőségeket tudunk megtalálni az ő számára, attól függően tud esetleg újra bekapcsolódni a közösségi életébe. Vagy volt olyan betegünk, aki még annak idején, amikor kezdtük a közösségi gyakorlatot, hogy igazából maguk a tünetek, ugye akkor mértük a tüneteket, meg a károsodottság, meg a hatékonyság, ugye azt hiszem az volt, hogy mennyire tud bekapcsolódni a közösségi életbe, tehát tulajdonképpen maga a károsodottság nem változott egy bizonyos idő után az illető betegnél, és mégis megtanulta azokat a stratégiákat, amivel ő be tudott kapcsolódni. És ebben nagyon sok minden van a környezetnek az elfogadásából, a környezeti tényezők megváltoztatásából, abból az attitűdből, ahogy mi próbáljuk őt segíteni abban, hogy megtalálja a cél. Vagy például a környezeti tényezők, az nagyon érdekes, már az előbb is eszembe jutott, hogy volt egy beteg, akit ugye már a közösségi gondozásban benne volt, és nagyon jól edukáltat, ismerte a saját betegségét, bekerült egy testi betegségek egy gyógyító osztályra, ahol ugye ez borzasztó, hogy kikerült, akkor még ugye kint volt a lázlap az ágy végén, és odaírták nagybetűkkel, hogy skizofrénia, ami ugye eleve egy borzasztó dolog, de ez jó régen volt, és azt vette észre, hogy a társai így elhúzódnak tőle. Tehát, hogy úgy megkerülik az ágyát, kimennek a szobából, tehát láthatólag őt úgy diszkriminálják. És akkor ugye, mint jól edukált beteg, elkezdte magyarázni az egyik társának, hogy ő tulajdonképpen ő neki mi a betegség, és ő most jól van, amikor időnként ilyen meg olyan tünetei vannak, de most tulajdonképpen jó, és úgy van, úgy érzi magát, vagy olyan a közérzete, mint bárki másnak körülötte. És attól kezdődően, hogy ő ezt fölvállalta,
és elmagyarázta a többieknek, mondjuk ehhez kellett azért kellő bátorság meg öntudat. Attól kezdve egészen megváltozott a környezetnek a hozzávaló viszonya. Úgyhogy beszélgetni kezdtek vele, közösen elmentek cigizni, tehát hogy egészen megváltozott, és ez rajta múlott, vagy rajta is múlik. Tehát, hogy nagyon fontos ebből ezt az oldalt, és hogy mennyire tudják fölvállalni. Ugye ez egy nehéz dolog, hogy mennyire tudják fölvállalni a betegségüket, vagy az időnkénti megváltozottságukat, az életük. Tehát ez is egy része ennek a folyamatnak. De ehhez kell tudni. Tehát kell tudni azt, hogy mik a tünetek, vagy mi az én betegségem. Nem is az, hogy mik a tünetek. Mi az én problémám, mi az én betegségem, és ahhoz én mit tudok hozzátenni, vagy mit tudok tenni azért, hogy ebből a legjobbat kihozzam. Az önsegítő csoportok, ahol ugye sokszor az érintettek vezetik a csoportot, az a közösségi pszichiátriának a sarokkövét jelenti sokszor, igen, és a felépülésben nagyon fontos elem. És ehhez kapcsolódóan még, István, azt szeretném kérdezni tőled, hogy tudom, hogy te sokat járod az országot, és elmész szociális intézményekbe tanácsadóként, és hogy mik a tapasztalataid, hogy mennyire elterjedt ez a szemlélet, a közösségi pszichiátriai szemlélet az országban? Általában én olyan helyre szoktam menni, ahol van pszichoszociális folyatékosság érintettség. 10-12 intézményben voltam, így az országban. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem alig van elterjedve a közösségi pszichiátria az intézményekben. Egy helyen tudtam már 2-3 hanghalló csoportot tartani, tehát volt rá lehetőség, volt rá igény, de azt hozzá kell tenni, hogy alapjában véve nem az ottani dolgozókon múlik ez. Tehát ez szerintem egy ilyen felső helyről indul el ez, hogy ott most legyen-e ilyen közösségi pszichiátriai jellegű valami. Mostanában, ahogy megindult a kiváltási folyamat az utóbbi pár évben, ami azt jelenti, hogy a 60 fő fölötti intézményeket kiköltöztetik általában oda a közelbe megpróbálják, ahol az intézmény volt, egy 10-12 fős kis téje támogatott lakotásházakba. És most lesz rá esély, meg most van törekvés rá, hogy itt ezekben a TL-házakban beindítsák a közösségi pszichiátriai szemléletet. Tehát már gondolkodnak, az NFSK gondolkodik tapasztalati szakértők alkalmazásán, meg ami ezzel jár, most hirtelen nem jut más eszembe, de tehát mert törekvések vannak rá, hogy esetleg hanghalló csoportokat is akár egy állandó kapcsolattartás, most például, hogy beindult a digitális kommunikáció a járvány ideje alatt, ezzel arra jöttek le, hogy nagyon jól lehetne tartani az összes TL-házzal a kapcsolatot. Ezen keresztül bármit el lehet képzelni, szerintem még azt is, hogy én mondjuk egy TL-házba bekapcsolódok, mint sorstárs segítő, és csinálok egy hanghalló csoportot akár. Tehát, hogy alapjában hagyományos pszichiátria van, hetente egyszer mondjuk látja az intézmény lakóit egy pszichiáter, ad nekik a gyógyszert, most körülbelül ennyi van, de most már átalakulóban van, úgy néz ki. Itt ugye fontos azt tudni, hogy ezek az intézmények sokszor több 100 fős intézmények, tehát azt kell elképzelni, hogy 150-200 ember, ugye Szentgotthárdon ugye több mint 700 férőhely van, ezek óriási mamut intézmények, és hogy ott a feltételek nem adottak ahhoz, hogy a közösségi pszichiátria az meg tudjon valósulni, tehát már maga a sárga ház épület és a falak és a kerítés és az egész intézményi működésmód az minden szinten ellene hat annak, hogy a közösségi pszichiátriának az alapelvei azok ott érvényesülni tudjanak.
És ugye ezért is fontos ez a folyamat, hogy ezeket az intézményeket be kell zárni, és helyettük létre kell hozni közösségi alternatívákat. De ehhez kapcsolódóan a harangozó doktornőtől szeretném kérdezni, hogy milyen jó példák vannak a közös együttműködésre, akár az egészségügyi területtel, de akár a szociális területtel is. Kiegészítésképpen azt mondanám, hogy a nagy intézményekben is meg lehet próbálni egy ilyen demokratikus rendszert létrehozni, amiben azért a közösségi pszichiátria hagyományai mutatnak utat, hiszen Franco Basaglia Olaszországban egy óriási ilyen szentgotthárszerű intézményben kezdte fölépíteni azt, hogy hogy lehet ez bezárni, tehát mint az intézmény vezetője azon dolgozott, hogy tudja bezáratni ezt az intézményt, és hogy a betegekkel leültek beszélgetni erről, és mindenkinél megtervezték, hogy hogyan élhetne tovább, ha kikerül az intézményből. És ez a fajta leülünk megbeszélni dolgokat, és nem akarjuk megmondani mi orvosok és egyéb vezetők, hogy mások mit érezzenek, mit gondoljanak és mit akarjanak. Ezt akár egy intézményben is lehet, de sokkal nehezebb, mert egy intézmény mindig könnyebben fejére nő a személynek, az egyénnek. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez a kis csoportos lakhatás elindul, mert ez egy sokkal jobb háttér lehet egy más szemléletnek, hiszen ahol 12 ember van, ott sokkal családiasabbak, személyesebbek a viszonyok, és nem jelentkezik egy csomó olyan szabály, ez mi az intézmény törvénye, hogy hánykor van ebéd, hogy hogyan történik a bevásárlás, hogy milyen szankciók vannak, ha valaki piár, és így tovább. Tehát itt ez egy jó terep, és nagyon nagy dolog, hogy az NFSK foglalkoztat tapasztalati szakértőket. Tehát a szociális ellátásban és a fogyatékos ügyben már megjelent az az igény, hogy tapasztalati szakértők munkatársaik legyenek, és ez törvényi rendeleti háttérrel is bír. Ami az igazi kérdést illeti, hát úgy gondolom, hogy a közösségi pszichiátriának talán legnagyobb, egyik leghatékonyabb eleme az, hogy csapatban dolgozzunk. Az Ébrek Alapítványon belül is van egy csapat, tehát egy kliens nem egy emberrel találkozik. Erről már hallottunk, hogy tapasztalati szakértőkkel, pszichológusokkal, szociális munkásokkal dolgozunk együtt. De igaziból a személyes célok mentén bevonunk olyanokat, akik az illető jobb életéhez szükségesek. Tehát lehet, hogy együtt dolgozunk egy fodrásszal, vagy egy tánctanárral, vagy egy személyedzővel, vagy nagyon sokszor olyan más szervezetekkel, akik segíteni tudnak. Így például vannak hajléktalanságban élő klienseink, ott a BMSK-i, a hajléktalan szervezetek, az ő ottani szakembereik, akik velük foglalkoznak, közvetlen munkatársaink. Tehát a munkánkban egy ilyen networking van, ahol a szomszédok és a főnökök, ahol anyukák és nagymamák is ugyanolyan fontos szereplők, és mobilis módon közelítjük meg őket. Tehát most az online terápiák időszaka van, és újra tanuljuk ezt, hogy milyen jól lehet ezt az eszközt is használni. Például tegnap volt egy családi gondozó ülésem, ahol a budapesti kliens Észak-Magyarországon lakó családjával tudtunk együtt egy családgondozói beszélgetést végrehajtani. Tehát, hogy így szorosan dolgozzunk együtt mindenkivel, aki az illető előrejutásához fontos. És ebben egészségügyi, szociális, fogyatékos ügyi, mindenféle civil szereplők is jelen vannak. És Lőrinc doktornő, mi a helyzet vidéken? Tudom, hogy sokat jár kliensekhez, szegény telepekre is, kis településekre, ott mi a helyzet, ott hogy működik a pszichiátriai gondozás? Miben más, mint mondjuk egy városi mentális problémával élő embernek a helyzete? Kisfalvakba járunk ki, ott egészen maga az indítatás, az hasonló, hasonló a közösségi gondozás beindításához, de egy csomó olyan szociális probléma kapcsolódik hozzá, ami a mély szegénységgel együtt
együtt jár a gyereknevelési problémák, nagyon, nagyon sok a roma család, nagyon sok a bántalmazás, sokszor kerülünk a családsegítőkkel, gyermekvédelmi munkatársakkal kapcsolatba, és szimultán dolgozunk, sok az alkohol, sok a kábítószer, tehát hogy ezek mind-mind nehezítik a felépülést az illető betegeknél, és van egy olyan közeg, sokszor a családi vagy a kisebb közösségi közeg, amiben nagyon nehéz megtalálni azokat a kiutakat, amik a felemelkedéshez vezetnek, mert sokszorosan tapasztaljuk azt, hogy vissza is húzzák. Tehát nagyon többszörös munka kell ahhoz. De például az előbb, ahogy beszéltünk az együttműködésekről, például kórházi betegnek, aki az egyedülálló kórházban fekvő betegnél haza menetelhez, olyan, most már több kliensnél is ezt alkalmaztuk, tehát amikor az összes segítőt bevontuk, aki lehetséges segítő, a hozzátartozó, a családsegítő, a szociális munkatárs, a gondnok, a közösségi gondozó, az öt kezelő pszichiáter, tehát egy olyan csapatmunkát sikerült összehozni, aki segített az illető kliensnek az otthoni meglétét, és ráadásul több mint egy évi kórházi bentlét után, tehát ami sokkal nehezebb, mert hiszen a hosszadalmas kórházi kezelésnek azért megvannak a nehezítő tényező, utána sokkal nehezebben adaptálódik esetleg kint egyedül az otthoni közegbe. A közösségi ellátás maga az egy ilyen személyre szabottabb, és az illető saját közegében, otthonában nyújt segítséget főleg. De hogy van egy kis közösség a nappali ellátás, ahol szervezett programok vannak, szabadidőt el tudják tölteni, barátságok, ismeretségek szövődnek, ott vannak az önsegítő csoportok, tehát hogy ebbe is bevonni az illetőt. Tehát, hogy ehhez a munkához azért az osztályt, egyéb szociális ellátókat, sokszor az önkormányzatnak a különböző szervek, például a gondnoki szolgálatot be kell vonni. Nagyon sok betegünk van gondnokság alatt, a gondnokokkal. Tehát, hogy itt is kezd kialakulni egy szemléletváltás, tehát ahogy bekapcsolódnak a mi munkánkban, több embernél észleljük azt, hogy megváltozott az illetőköz való hozzáállás a gondnokságnál. Ugye ők nagyon kevés van, kapnak képzést a mentális betegekkel kapcsolatban, de az sokszor kevés. De van igényük arra, hogy ebbe bekapcsolódjanak. Igen, és az nagyon fontos, hogy a közösségi pszichiátriának a szemléletében, ugye az, hogy az adott személy hozza meg saját maga a döntéseket, ott és abban kell őt támogatni, nem helyette dönteni, hogy erre már van Magyarországon lehetőség, és a támogatott döntéshozatalnak a jogintézménye erre már lehetőséget ad, hogy ne kerüljenek pszichiátriai diagnózissal élő emberek gondnokság alá feltétlenül, hanem támogatott döntéshozatal keretén belül úgy kapják meg a segítséget, hogy közben nem nincsenek jogfosztott állapotban. És így az együttműködések kapcsán tudom, hogy az Ébredések és az Egyesülkért Alapítvány is szorosan együttműködik, és hogy most már Székesfehérváron is van hanghalló csoport. És hogy a hanghalló módszerről szeretnélek kérdezni, István, hogy kicsit jobban el tudjuk képzelni, hogy mi is ez a csoport, kik járnak oda, és hogy már említettük, hogy a tapasztalati szakértők vezetik, és hogy erről is mondanál néhány szót, hogy ez miért fontos. Ez egy külföldi dolog, ez 1987-ben találták ki, úgymond ezt a hanghalló módszert, egy holland pszichiáter professzor, a dr. Marius Romme, és a felesége egy betegüknek a javaslatára, hogy mondta nekik a paciensük, hogy
hogy szerinted ezeknek üzenetük van, meg jelentőségük van a hangoknak. Hát pontosan ezt nem tudom visszaadni, de valamilyen ilyesmi módon indult el a hanghalló módszernek a kidolgozása, ami onnan származik 87-ből, és 2012-ben, vagy már előtte eljutott hozzánk, és utána a doktornő és az egyik kísérő szakértő kollégám, ők megkapták ezt az anyagot, lefordították, engedélyt kaptak rá a szerzőtől, és utána elkezdtük ezt alkalmazni a hanghalló csoportba. Az első hanghalló csoport az 2012-ben indult az Ébredések Alapítvány, és azt hiszem, hogy utána abban az évben, vagy a következő évben Székesfehérváron is elindítottuk. A hagyományos pszichiátriával ellentétben mi a módszer szerint a hangoknak jelentése van, üzenete, szimbolikus üzenete, lehet tárgyalni a hangokkal, lehet eldöntendő kérdést feltenni neki, ugyanúgy a téveszméknek is lehet üzenete, ugyanúgy a realitás kontroll is ide tartozik, tehát hogy felismerjük, hogy mi a téveszmé, és mi tényleg a valóság, és hogy rájöjjünk, hogy vannak olyan téveszméink, ami nem a valóság, és utána egy idő után különbséget tudunk tenni köztük. Rájövünk a saját, úgymond, idézőjelben hülyeségeinkre, hogy az összeesküvés elméleteinkre. Tehát ezeket így komplettan az a módszer segít leépíteni. Ezeket segít a hangtól visszanyerni a úgymond a hatalmunkat, segít megtanulni, nem félni a hangtól, segít kezelni őket, segít tárgyalni őket, és ezáltal el is múlhatnak, és rá is jöhetünk olyan életeseményekre utalnak ezek a hangok, meg a téveszmékből is lehet erre következtetni, hogy mindig utalnak valamilyen életeseményünkre a múltban, vagy akár a jelenben is, amit annak idején nem dolgoztunk fel, traumák, vagy elakadtunk, nem foglalkoztunk vele, vagy elnyomtuk magunkba ezeket az érzéseket, és ezek általában mindig hangformájában jönnek fel. Csak néha már olyan érdekes formában jönnek ezek fel, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy kisgyerekkorában valaki ezt elnyomta, akármilyen traumáról van szó, azok már nem olyan érthető formában jönnek a felszínre, a hangformájában, hanem azon lehet, hogy egy kicsit gondolkodni kell, hogy mégis mire utalhat ez a módunkba, és ezt mind megtanuljuk, meg megtanítjuk a sorstársakkal a csoportban, hogy meg persze együtt nem csak megtanítjuk, hanem együtt megpróbáljuk megkeresni a hangnak az üzenetét. És hogyha ezek a problémák megszűnnek, akkor visszaállhat a normális tudatállapot. Ami azt jelenti, hogy megszűnik ez a skizofrén állapot. Ez egy kapaszkodó mindenkinek, hogy szintén azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, és megosztjuk egymással a gondolatainkat, problémáinkat, ki hogy jött ki ebből a problémából, megosztjuk a hangjainkat, ami egy elég nagyon személyes dolog tud lenni a hangoknak a tartalma és azokat megosztani. Annyi a tapasztalati szakértőknek a szerepe, ami fontos, hogy ők már nagyon sok minden átmentek és felépültnek, mondhatók a tapasztalati szakértők, és ők meg tudják osztani a csoporttal, a többi sorstársal, hogy ők hogy jöttek ki ebből az állapotból, ebből a betegségből, vagy inkább állapotnak szoktuk hívni, hogy jöttek ki ebből a skizofrén állapotból. Hát ez egyfajta ilyen hitelességet ad az egésznek, hogy létezik a felépülés,
Akkor igazából a hanghalló módszer az egyfajta rejtvényfejtés, olyan mintha a hangoknak meg kéne oldani, hogy mit miért mondanak. Igen, olyasmi. Csak nem könnyű, mert nagyon sokan ugye megjárják a hagyományos pszichiátriát, teljesen elvesznek egy kicsit magukba, a hitük is elveszik, és aki sokáig tapasztalta a hagyományos pszichiátriát, annak lehet, hogy egy kicsit nehéz először átszokni, áttérni erre az új módszerre, utána nagyon könnyen rá lehet látni erre, hogy tényleg hogy működik ez, mert ez egyfajta ilyen az érzéseinknek a játéka, ilyen egyszerű csúnya szóval, ami amúgy nagyon megbetegíthet, meg akkor van a baj, amikor már teljesen működésképtelenné tesz minket. Ezek a hangok, téveszmék. Tudnál mondani olyan helyzeteket, ahol a csoporttagoknak segíteni tud a hanghalló módszer? Nagyon sok olyan volt, hogy bejöttek első alkalommal, és így kérdezgettük őket az életéről, hogy kicsoda ő, micsoda ő, és akkor kérdeztük, hogy de ez nem csak egynél, ez soknál így volt, kérdeztük, hogy mit mondanak neked a hangok, milyen rossz élményeid vannak, meg ilyenek, és akkor hogy tettél-e már fel kérdést ennek a becsmélő hangnak, hogy nem érdemled meg te ezt a becsmélést, mert és úgy kezdték, hogy ilyet is lehet, hogy fel lehet tenni kérdést, meg vissza lehet kérdezni a hangnak, meg vissza lehet szólni a hangnak. Tehát ez már szerintem egy hatalmas dolog, így a részem, én ezt úgy érzem, hogy ez nagyon nagy dolog, mert innen indul meg szerintem egy olyan felépülési folyamat, amikor már visszavesszük az irányítást a hangoktól. Tehát nem fogunk kiugrani az ablakon, hogyha azt mondja a hang, hogy ugor ki az ablakon, akkor megtanítjuk a sorstársat, hogy kérdezzem vissza, de hát, hogy én miért ugorja ki az ablakon, hogyha én élni akarok. És akkor erre egy igennel vagy nemmel tud válaszolni a hang, és akkor azt fogja mondani, hogy persze, hogy ne ugorjál ki, mert igazat ad neked, a kliensnek, hogyha te élni akarsz, és csak így le lehet építeni. Tehát valójában ezt a folyamatot gyakoroljuk, hogy egy ilyen, próbáljuk így felvértezni a sorstársakat, hogy lehet lekezelni ezeket a hangokat, meg kijönni abból a rossz állapotból. Még azt szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy használtak egy kifejezést, amit ti találtatok ki, amit úgy jönnek, hogy goáma, és hogy elmondanád, hogy ez honnan és hogy mire utal? Ez a goáma, ez még valamikor a legeslegelején fogalmazódott meg, 7-8 évvel ezelőtt, az első hanghalló csoportok egyikén, hogy a skizofrénia helyett próbáltunk keresni egy más megnevezést, ami nem olyan stigmatizáló, mint a skizofrénia. És így gondolkodtunk, és arra jutottunk, hogy ez egy gondok okozta átmenetileg megváltozott állapot. És ennek a négy szónak, vagy öt szónak a kezdő betűit raktuk össze goálmának. És ami annyit akar, röviden, egyszerűen elmagyarázza, hogy ez egy átmeneti megváltozott tudatállapot, ami hogyha megszűnnek a gondok, problémák, akkor visszaállt a rendes tudatállapot, és megszűnnek a hangok, és minden egyéb tünet megszűnhet. A doktornőkhöz fordulok, hogy önök hogy látják, hogy a felépülés folyamatában a hanghalló módszer hogyan segíti a klienseket? Milyen konkrét élethelyzetekben nyújt számukra támogatást? Nagyon sok tekintetben segítést, nagyon összekapcsolódik ez a közösségi pszichiátriával. Tulajdonképpen, ha röviden össze akarom foglalni, akkor azok az emberek, akik szkizofrénia diagnózissal élnek, legtöbbször már
olyan gyerekkorból jönnek, sőt olyan családi háttérből, vagy környezetből, ahol a bántalmazás és az áldozattá válás egyensúlyai vagy körei mennek, és hogy amifelé nekünk kell haladni, hogy egy ilyen szabadság, egyenlőség, testvériség világ felé, és hogy a szkizofrénia diagnózissal való élet, az nagyon gyakran tovább fokozza ezeket a terheket, ezeket a traumákat, hiszen hát nagyon sokszor egy akut pszichiátri kezelés is traumákkal jár, vagy hogy az ember lecsúszik, elveszti a munkáját, ott hagyja a barátnője, vagy hogy hajléktalanná válik, ezek megismétlik azokat a köröket, amivel az illető elviselhetetlen szenvedéseket él át, és hogy újra termelődnek azok a környezeti tényezők, amik által romlik az állapota. A közösségi pszichiátriának az a dolga, hogy ezt felfelé menő spirált fölfelé menő útra változtassa. És hogy ennek nagyon fontos eleme, hogy a hanghaló csoportban valaki, aki oda bemegy, azt látja, hogy ebből föl lehet állni. Van remény, ez egy nagyon fontos tényező. Nem kell magunkról úgy gondolkodni, hogy leírjuk magunkat, nem reménytelen hülye agybetegek vagyunk, akiknek az agyában biokémiai folyamatok folyamatos pusztítást okoznak, hanem emberek, akik vissza tudjuk venni az irányítást az életünkben. Ennek a külsődleges részét ugye a team segíti. A belső részét, hogy magunkkal milyen kapcsolatban vagyunk, pedig nagyon erősen a hanghaló csoport, és ez a módszertan, hogy emberek vagyunk, akik képesek vagyunk a pszichózisunk fölött is tulajdonképpen visszanyerni a partneri együttműködést a hangokkal, és végsősorban ilyen módon az irányítás magunk fölött képesek vagyunk megérteni az érzéseinket. És a másik, hogy tulajdonképpen itt egy egész más betegségkép van, ami nem ezt a reménytelenséget és haszontalanságot sugallja, segít a stigmát levetkőzni. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy olyan csoport, ami közösség is, ahol rendkívül sok érzelmi támogatást, reményt adnak egymásnak, és többen is képesek segítővé válni. Ugye aki segítővé válik, az már egy fél gyógyulás, mert mi segítők is tudjuk, hogy a segítő munka az milyen lelki pluszt okoz nekünk, és hogy néha az ember a magánéleti bajából a segítő munkába menekül, és attól jön helyre a lelki világa, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy van egy olyan út is, hogy aki megjárta a poklokat, és el tud indulni a felépülés útján, ő akár szakmát, munkát is kaphat ebből a személyes útjából. Tehát nagyon-nagyon sok tényező van, és hogy úgy gondolom, hogy hát a hanghaló módszer, amit tulajdonképpen Mérei Zsolt édesapának köszönhetünk, hogy Magyarországra bekerült, és Istvánnak, Mérei Daninak, hogy elkezdték alkalmazni, forradalmasította a mi munkánkat, ami korábban nem terjedt ki például a traumafeldolgozásra, vagy a családi bántalmazások és környezeti bántalmazások tudatos kezelésére. Foglalkoztunk ennek felszíneivel, például a stresszkezeléssel, az asszertív tréningeinkkel, ahol segítettük azt, hogy valaki élni és élni hagyni viszonyokat tudjon teremteni maga körül, és ne legyen áldozat, se bántalmazó a jövőben, de nem volt ez ennyire tudatos, és hogy azóta tulajdonképpen mondhatni, hogy ez egy nagyon hatékonyan bővíti ki a közösségi pszichiátriai eszköztárát ez a trauma szemlélet, aminek azért is örülök, hogy most a TASZ-szal dolgozunk együtt, mert nagyon jelentős együttműködő partner mindenki, aki az emberi szabadságot, méltóságot és társadalmi egyenlőséget segíti. Az ilyen szervezetek és személyek, ők a mi segítőink is. Közben az jutott eszembe, hogy a stigma, meg a közösségi pszichiátria, meg a hanghaló csoportok, hogy nagyon fontos azt tudni, hogy a stigma az meg többszörözheti a betegséget, a tüneteket, a téveszméket.
ami egy ilyen csoportban, egy közösségi pszichiátriában szintén így szépen így leválik az emberről, mert nem fogja érezni a sorsás egy idő után megbélyegzetnek magát. Ez lehet, hogy nem egyik napról a másikra megy, hanem egyik évről a másikra, de szerintem ebben is nagyon nagy szerepe van a közösségi pszichiátriának, meg a különböző csoportoknak, a sorstársi közösségnek, mert a stigma, a megbélyegzés, főleg a skizofrénia diagnózissal élők, azért az elég nagy, és azok plusz tüneteket, meg az egy visszatérő pszichózist okozhat. Tehát egy sokkal mélyebb, rosszabb állapotot okozhat. Ez a kifejezés már többször elhangzott, hogy pszichózis, és ezt elmondanád, István, hogy ez pontosan mit is jelent? Ezt hogy lehet elképzelni? Szerintem a pszichózis az egy ilyen rossz, mély lelki állapottal járó hangokkal, téveszmékkel teli állapot, amikor elszakadunk a külvilágtól, egyáltalán nem vagyunk működőképesek, tehát alig tudunk valamit csinálni, és hát teli mindenfajta rossz érzéssel teli. És hogy lehet ebből kijönni a hanghalló módszer segítségével? Nagyon impresszionáló az a fajta élmény, amikor látja az ember, hogy hogyan tapasztalja meg az illető azt, hogy mások beszélnek a tünetek, vagy beszélnek a hanghallás, hogy nekem is szabad erről beszélni. Tehát, hogy egyfajta felszabadultság, tehát, hogy addig bűntudata van, mert mindig azt mondták neki, hogy erről ne beszéljünk, ezt meg kell szüntetni, ezt el kell nyomni gyógyszerekkel. Tehát, hogy itt meg ugye arról van szó, hogy igenis menjünk, és nézzük meg, és próbáljunk vele szót érteni. Tehát, hogy ez a fajta felszabadultság, meg elfogadás a többiek részéről, ami aztán átmegy egy magam iránti elfogadottság felé. Tehát, hogy ez nagyon impresszionáló, és ezt nagyon jól lehet látni a hanghalló csoportokban. Ez egy nagyon, nagyon nagy élmény. És a másik, amit akartam mondani, hogy akik csinálják, tehát szakértővé válnak, és akik csinálják a csoportokat, azáltal, hogy ők tapasztalati szakértői válnak, megváltozik a státusz, megváltozik az önértékelés, sokkal magabiztosabbak, kiegyensúlyozottabbak. Én legalábbis az Istvánt régóta ismerem, én rajta is látom, meg a Zsanin is látom, aki nálunk dolgozik, tehát, hogy annyi pluszt ad az életébe, tehát, hogy egyenrangú munkatárs lesz, egyenrangú, tehát ugye egy csomó önértékelés, és ugye itt a tünetek, panaszok hátterében, ugye a sokszoros traumák következtében azért annyiféle olyan mély önértékelés vesztések vannak, vagy hiányok vannak, hogy az hihetetlen, tehát hogy ebbe tud nagyon-nagyon sokat segíteni ez a módszer is segíteni. Tudnának mondani olyan élethelyzeteket, ahol konkrétan jól lehet használni a hanghalló módszert, hogy így el tudjuk képzelni, hogy néz ki a gyakorlatban, hogy amikor párbeszédben elegyedünk a hangokkal? Van olyan paciens, akinél a hanghallások sehogy se akarnak elmúlni. Általában a betegek már nagyon sok terápiát igénybe vettek addig, még eljutnak hozzánk. Most eszembe jött egy vidékről jövő idősebb hölgy, aki hát a hanghalló csoportokra sem nagyon tudott jönni, és rendkívül megterhelő ilyen gyilkolós hangjai voltak, hogy megölünk, meg ilyen furcsa gépi hang. Egy ilyen horrorfilmben élt egész nap. És rengeteg gyógyszert is kapott, de nem változott ez. És hogy megpróbáltam én beszélgetni az ő hangjával, tehát hogy a hanghalló módszerből így továbbfejlesztettünk ilyeneket, és hogy miután ő nem mert a hanggal egy
egyenlő kapcsolatba jutni, csak retteget. Én próbáltam a hanggal olyasmiket, amit István mondott, hogy hát nem bánthatod. Hát a hangot tegezni szoktam, a beteget megmagázni, hogy értse, hogy most kivel beszélek, és ő tulajdonképpen továbbítja az én mondataimat a hangnak. Szóval mi módon hárman dolgozunk együtt, és akkor én mondtam, hogy te nem bánthatod, te csak egy hang vagy, semmi erőd nincs, te nem tudod megölni. És hogy miért ölnéd meg, mikor ő egész életében jóságos volt, és pont az a baja, hogy annyi mindent lenyel a jósága miatt, és hogy egy ilyen párbeszédben egyébként a sorstárs segítők is részt szoktak venni, és hát tulajdonképpen segíthetjük ezt az eljutást oda, hogy az illető személy megértse magát. És ebből kiindulva ezen az ülésen foglalkoztunk azzal, hogy ez a hölgy, ez rengeteg traumát szenvedett el, és mindig csak áldozat volt. Másoknál is tapasztaljuk, hogy az át nem élt negatív érzések, vagy lehassadt negatív érzések vannak a tünetek hátterében. És akkor hát utána egy ilyen kicsit ilyen színházat csináltunk a szobában, ahol most is ülök. Vannak székek és párnák, és például van egy díszpárna, amit egy beteg hímzett, na őt szoktuk ezt a párnát odarakni székre, és hát megszemélyesítettük, így mondom, az egyik szereplőt a hölgy életében, aki ő vele borzasztó csúnya dolgokat csinált. És hát rávettem némi segítséggel, hogy mondjuk el neki, hogy milyen egy szemét volt. És hát addig nyomattam ezt, mi képes volt egy haragos érzést átélni és kimondani dolgokat a párnának, és hát utána nem is tudom, 2-3 napig nem volt hanghallás. Tehát ugye ezek az élmények, ezek segítik azt, hogy ő ezen tovább menjen, és hogy hát ez sokszor egy hosszú folyamat, és sok más dolog is kell hozzá, hiszen az, hogy milyen a külső életet ennél a hölgynél, azért volt gyermeke, aki nagyon szeretetlenesen támogatta. Most már unokája van, és nagyon sok öröm is fölépült az életében. És ezek a belső dolgok, amivel ő tovább megy, és az ő életének a méltányossága, meg az örömtelisége, meg szeretetteljessége együtt most már egy jobb állapotot hoztak el, pedig nem egy fiatal emberről van szó, hanem egy hát nagymamáról. Szerintem ez egyfajta nevelés is. Szerintem a hang is nevel minket egy kicsit, de persze rá kell jönni, hogy azon a hülye módon nevel, tehát hogy ezt le kell fordítani, hogy mi az üzenete. Van benne ilyen nevelő rész is, meg nekünk is nevelni kell szerintem a hangokat, hogy nagyon, hát, hogy tudjunk visszavágni, kiállni magunkért, visszakérdezni, visszaszerezni a hatalmat a hangoktól, hogy ne ők irányítsanak minket. A hang segít abban, hogy megfejtik, meg megfejtjük, ugyanúgy, mint egy kicsit, amit az álomfejtés valóban, ahogy Kristóf erre már utalt, hogy megértsük, hogy mik azok a bennünk ragadt érzések és emlékek, amik nem kerültek a tudatba. Épp azért, mert olyan erős traumák voltak, hogy ez egy kvázi érzéstelenít a lélek, és a tudatlanba tolja ezeket a hatásokat. A hanggal lehet erről is beszélni, tehát én több olyan beszélgetésben is voltam, hogy megkérdeztem a hangtól, hogy azért mondod ezt, mert segíteni akarsz, hogy XY észrevegye az érzéseit, hogy megismerje az érzéseit, hogy foglalkozzon ezzel, és a hang erről is lehet vele beszélgetni. Szerinted hang kéne segíteni, hogy föltárjuk a traumákat? Tehát a hang egyfajta terapeuta is, hogyha jól értelmezzük az ő szimbolikus nyelvét, és hogy amikor ebben a folyamatban előre haladnak a hősök, mert ez egy nagyon hősies út, tehát ránk tör egy csomó dolog, amit eddig nem éltünk át. És ez egy nagyon nagy emberi, mondhatni, hogy egy ilyen olyasféle út, mint amilyen a mesékben van, vagy a
legendákban, hogy hogyan járhatja. Az embernek nagyon nagy próbatételeken, próbákon kell keresztül mennie. És hogy akkor eljuthat oda, mint szerintem István is, hogy a hangok akkor már inkább egy ilyen figyelmeztető funkcióval rendelkeznek, ha mégis visszajönnek, akkor azt jelzik, hogy na ezt vagy azt még nem dolgoztad föl, most foglalkozz magad, de hogy István van ilyen, hogy nálad is ez már így van. De átalakul ez jó dologgá az egész. És szerintem az is nagyon fontos, hogy ez egy természetes jelenség, és hogy ne betegségként tekintsünk rá, mert ez egyfajta érzékenység szerintem, hogy vannak ilyen érzékenyebb típusú emberek, és szerintem akinek skizofréniája van, vagy diagnózisa van, az is egy érzékenyebb típus, csak mi szerintem jobban meghalljuk az érzéseinket, vagy érzékenyebbek vagyunk erre a dologra, és hogy én hát olyan szerencsére olyan szintre eljutottam, hogy mondjuk 95%-ban megszűntek a hangjaim, de most már vannak még hangjaim, de azt tudom, hogy mikor fog előjönni. És az, hogy akkor jön elő, hogyha nagyon megterhelem magam, vagy nagyon stresszes helyzetbe kerülök, és ez nagyon fontos volt azt megtanulni, hogy mik a határaim. Tehát mind fizikailag, mind érzelmileg mit bírok. Még a gyógyulásról annyit, hogy szerintem azt már gyógyulásnak mondhatjuk, hogyha valaki 100%-osan működőképes. Tehát, és lehet, hogy van még egy-két hangja, de működőképes, vagy tudja, hogy mikor jön elő a hangja, azt szerintem az már gyógyulásnak a veszedő. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hogy megosztottátok ezeket az értékes és izgalmas gondolatokat. Sok változás kellett nekünk is az utóbbi időben átélni a TASZ-nál, de a nehézségek ellenére folytatjuk a munkát. Ha fontosnak érzed azt, amit a TASZ csinál, kérlek segíts te is, hogy tovább dolgozhassunk. A TASZ állami támogatást nem fogad el, de a ti adományaitokat örömmel fogadjuk. Ez volt a közösségi pszichiátriáról és a hanghalom módszerről szóló megafonunk. Köszönjük a figyelmet!